Akkor megyünk tovább a következő dologra. Ugye bár megvolt először az e-maileknek az automatizálása, most megvolt az információk automatizálása, és egy izgalmas témát szeretnénk behozni, és bízom benne, hogy 2024-ben ez nagyon itt lesz az előtérben, ez pedig a bevételeknek az automatizálása. És ezt hogyan tudjuk megcsinálni? Mert ugyebár sokan úgy gondolkodunk a bevételről, vagy nem tudom, hogyha valaki például nem vállalkozó, akkor kap egy havi fizetést, hogyha vállalkozó, akkor már úgymond bizonytalan ez a fizetés, úgy magának kell kitermelnie. Na de mi lenne akkor, és most gondoljátok bele abba, hogy ahogy építjük az e-mail listánkat, ahogy csatlakoznak az emberek, ahogy foglalnak időpontot, el tudnánk kezdeni ezt például a bevételeinkkel is skálázni, hogy kiépítünk olyan forrásokat, kiépítünk olyan mini rendszereket, amelyek tolják befelé a bevételt minden hónapba, és például maradva egy egyszerű példánál, ha valaki coachként dolgozik, akkor meg tudja azt csinálni, hogy például egy ingyenes alkalom után nem az van, hogy akkor egyenként kell kiállítani a számlát, hanem rögtön lehet, létre tud hozni egy olyan linket, például SimplePay-jel meg tudja csinálni, vagy mi Stripe-ot használunk, ahol ilyen visszatérő fizetést be tud állítani. Például arra, hogy tudunk csinálni, most mondok Nicolette.com-os példákat, és utána mehetünk egyéb területre is, ugyebár nekünk ilyen, ami egy ilyen visszatérő bevételi forrás, ez a brilliáns tagság, és na, itt mesélek egy jó kis sztorit. Képzeljétek el, hogy amikor én így először, hát amikor így megismerkedtem így a Nicolette-nek a bizniszével, amúgy pár hónapig még nem is nagyon volt szó erről, mikor így megismerkedtünk, meg találkoztunk, és akkor ő is utána egy mesélt, hogy akkor milyen dolgok, milyen programok vannak, én is megnéztem, és akkor a brilliáns tagság még úgy működött, hogy minden hónapban volt egy webshop termék, és azt kellett megvenni. Szerintem, akik itt vettek a workshopon, lehet, hogy ti is emlékeztek még erre, akik régebb volt a brilliáns tagok, hogy úgy működött a brilliáns tagság, hogy minden hónapban kijött egy új termék, és akkor ezt meg kellett venni. És egyik hónapban ennyien vették meg, másik hónapban annyian vették meg. És én, amikor így igazából itt tök organikusan alakult ez az együttműködés, akkor ez volt az első pont, hogy oké, de miért nincs ez beautomatizálva? Miért nincs ez megcsinálva? Úgyhogy úgyis ez egy havi program, akkor miért nincs úgy megcsinálva, hogy visszatérő fizetés. És ugyebár tavaly októberben mi indítottuk el a Brilliáns Pro-t, ami azt hozta be, hogy belindítottuk ezt az automata fizetést, és tudjátok mi volt? Rengetegen hálásak voltak azért, hogy most már nem kell havonta utalni. Szóval egyrészt a biznisznek is nagyon jót tett, hogy lett egy ilyen alap folyamatos bevétel, és rengeteg ember hálás volt, hogy nem kell minden hónapban beírni még egyszer a kártyádatait, nem kell minden hónapban még egyszer regisztrálnia, hanem egyszerűen csak minden hónapban kapja a jó kis tartalmakat, vagy igazából minden nap kapja a jó kis tartalmakat, addig, amíg tag szeretne lenni. És mi lenne, hogyha ti vállalkozásotokban is elkezdenétek úgy gondolkodni, hogy milyen ilyen visszatérő dolgot, szolgáltatást tudtok adni? Most példát mondok. Például lehet ilyen online csoportos coaching szolgáltatásotok, hogy például valaki becsatlakozik ehhez, és akkor utána minden hónapban megújul az előfizetése egészen addig, amíg szeretné. És itt megint nem a szoftver a lényeg, nem az lényegtelen, hogy mivel csináljuk ezt meg, hanem megint az a szemléletmód, hogy gondoljatok bele abba, hogy kiépítitek több ilyen olyan bevételi forrást, ami folyamatosan hozza be havonta a bevételt. És most például nálunk is egy éve még csak a Brilliáns Pro tagság volt. Ugyebár behoztuk utána tavasszal a Brilliáns Max tagságot, ami kb. Nem tudom, kétszer annyiba került, mint a Pro, és abban azt mondtuk, hogy figyelj, aki Max, az mindent megkap, ami benne van ebbe a Pro-ba, benne van a 10 napos programokba, meg csomó mindent, és akkor utána jött az, hogy oké, akkor a Nicolette Unlimited, akkor az is egy előfizetéses termék lett. Oké, akkor nemrég elindítottuk külön a Brilliáns Business-t, mert azt vettük készre, meg jöttek olyan visszajelzések, hogy őt csak a business téma érdekelni, és annyira most a Maxból mondjuk szeretne kilépni, bár aki az elején becsatlakozott, neki a lehető legjobb áron van, de lényeg, hogy voltak olyanok, és nekem is több ismerősöm volt, aki azt mondta, hogy Krisz, én csak a business programba szeretnék jönni, és most ott vagyunk, hogy a előfizetéseket tekintve ott van a Brilliáns Pro, ott van a Brilliáns Max, itt van a Brilliáns Business, és itt van a Nicolette Unlimited. Szóval most jelenleg 4 ilyen havi előfizetéses termék van, ami folyamatosan hozzá bevételt, és ez megint olyan, hogy lehet ezt is nézni a bevétel oldalát, de lehet ott is nézni, hogy annyira ütős tartalmak vannak ezekben a dolgokban, és mindenki annyira kitesz magáért, mert azért gondoljatok bele abba, hogy Nicolette is több éve minden nap csinál hanganyagot. Valamikor többet is, hogyha valamilyen online program van. Szóval az a rész, hogy milyen mennyiségű érték van benne. Vagy ugyanúgy egy például Unlimited, hát az, hogy egy hanganyag áráért tiéd az egész könyvtár így visszamenőleg,
Hát az nagyon ütős dolog, mert ha megnézitek, akár nem tudom, a Dane-nek a weboldalát, vagy valamilyen Access Facilitator weboldalát, vagy valamilyen coachnak a weboldalát, akkor nagyon sokszor az van, és nekünk is ez volt, hogy ilyen sok kis termék van fönt, fönt van mondjuk 80 termék, ami egyrészt tök jót tudnak választani az emberek, de aztán sokszor inkább az, hogy becsukják az egészet, és nem vásárolnak, mert jaj, ez is jó, az is jó, más jó, akkor nem veszek semmit. Így viszont a Nicolette Unlimitednél tényleg az, hogy csak egy hónapra szeretnél jönni, és azt tervezed, hogy meghallgatod az egészet, akkor gyere. És maga megint az egy kicsit úgy gondolkodni erről, hogy hogyan tudjuk automatizálni a bevételeinket, hogyan tudunk valamilyen online programot csinálni, vagy mondjuk most csak egy példát mondok. Lehet, hogy egy hülye példa, de például Access Bars kezeléseket. Arra is lehet csinálni előfizetést, hogy például van egy előfizetésed, és akkor havonta két alkalmat tudsz jönni. És a lényeg, hogy nem kell így külön manuálisan kiállítani a számlát, vagy a díjbekérőt, hanem hogyan tudjuk úgy automatizálni azokat a dolgokat, amiket csinálunk, hogy folyamatosan hozza be nekünk a bevételt, és persze másik oldal, hogy folyamatosan jó minőségű szolgáltatást tudjunk adni, és nekünk is láthattátok előbb, hogy az, hogy például működjön a brilliáns tagság, az elképesztően sok figyelem, nagyon sok energia, és ezért rakunk mögé ilyen rendszereket, hogy ne feledkezzünk el, és a lehető legmagasabb szintű minőségi kiszolgálást tudjuk adni, mert szerintem ti is tudjátok, akár az ügyfélszolgálattal vesztek fel a kapcsolatot, hogy mennyire gyorsak a csajok, vagy hogy mi is folyamatosan azon vagyunk, hogy új ötleteket hozzunk be. Szóval itt van ez a másik oldala is, hogy ahhoz, hogy nyilván ez jól tudjon működni, nagyon fontos tényleg ez a minőségi szolgáltatás. És most még egyszer szeretnélek megkérni titeket arra, hogy kicsit zoomoljatok ki abból, hogy azok a dolgok, amikről itt most meséltem, vagy az elmúlt workshopokon volt szó, ha elkezditek ezt így Lego kockánként összerakni, no akkor annak milyen ereje van. És például kezdve azzal, hogy van egy ilyen egyszerű kis landing page-etek, ahol csak föl tudnak iratkozni az emberek, föl tudnak iratkozni az emberek, akkor utána, amiről ma meséltem, tudtok egy ilyen automata e-mail folyamatot elindítani nekik. Akkor utána föl tudtok kínálni, lehet, hogy valamilyen ingyenes szolgáltatást. Utána tovább tudjátok vinni valamilyen fizetős, előfizetéses rendszerbe, és hogyha elkezditek ezeket kiépíteni, akkor mondjuk fél éven belül, vagy mondjuk egy éven belül hova tudtok eljutni, de ez meg pont azzal kezdődik, hogy például a jövő heti coworking híváson már ennek egy kis részét megvalósítjátok.